Már csak ez a négy darab pálya maradt hátra, a Cola Carnival, Gingerbread Joyride, Mega Mix Mania és a Drive Thru Danger. Úgyhogy megszerzem a Willow időpróbák jutalmát, a mintát. Kezdjük is a Cola Carnival. Nézzük, milyen üzenet érkezett. Dávid írta, megy a vérfarkas Tiny Tigerre. Mi ez a hely? Még egy üzenet, azt mondja, még egy Dávid írja, hogy menj az alapkocsival, a vérfarkas Tiny Tigerre, a legpirosabb festéssel, Tiny Matrica és egy piros kerékkel. Hát megmentetted az előző Dávidot a helyes írással. Szóval az én időm 1.46, amit le kell győzni, az az 1.44, 2 másodperc, ez úgy gondolom menni fog. Vérfarkas Tiny, alapkocsi, Tiny Matrica, legpirosabb, ha melyik festés? Talán ez az Atomic Red, ez elég piros, még a kipufogó is. Piros kerék, ez szerintem jól illik a felsőjéhez, mert piros-fehér a felsője, piros-fehér a kerékhez. Oké, akkor menjünk ezzel, na nézzük. Egy körpálya ez nagyjából, az eleje a fontos, hogy jól induljon el, én úgy gondolom, hogy az egészet el is dönti, hogy itt hogy megyünk ki ebből a kis részből. Túl széles, és el is veszítettem a lángot, na várj, itt megszerzem a kék lángot, megnézzük, hogy Willow az tartja el végig, vagy pedig nem. Mert itt jövök bal szélen, az ívet megpróbálom minél szűkebben venni, és akkor hát ha még le tudom előzni, de ahhoz oda kell valamennyire figyelni. Nézzük csak itt, hogy szedi az ívet, szépen így ugorjunk. Jó, hát ő ment be elsőként, ez igaz. Itt nézzük, maradok itt. És elveszítem a láng... De nem igaz, hogy most is hogy vesz... Ki fog beérni először? Nem igaz, hogy a... Nem! Ez most már meg lesz, jó van, 1.43, fú, pedig azt hittem ez lesz a legkönnyebb. Oké, már csak 3 van, a Gingerbread Joyride a következő, viszont oda a driftet használnám, ezért megyek a Mega Mix Na lássuk akkor, azt mondja Zalán írja, menj a vas dobozzal a kezdőkocsival, semmilyen mintával, az ezüst festéssel, léci. A semmilyen és a léci az egy érdekes leírású. Én időm 2.16 és Emperor videói 2.11, még egy jó 5 másodpercet rá kell túrni. Vaskocka, nincs matrica, alapkocsi, alapkerék, ezüst festés, hát gondolom a platina, vagy az nem, inkább a trófea ezüst, trophy silver, talán ez az ezüst. Akkor ezzel megyünk. Hát itt az elejét kell jól megcsinálni, mert egyből megkapjuk azt a bizonyos kék lángot, utána pedig a vége van még az egész... Wow! Hát jó, kezdődik! Még a kék lángig se jutottam el, na még egyszer, tehát a kék lángig menjünk el szépen először is, az... De várja már, de ő nem is... Willow miért nem veszi fel azt a turbópadot? Inkább csak erre megy rá, és az a fontos neki.
Jó, hát hogyha az a fontos neki, akkor az nekem aztán mindegy. Én azt tudom, hogy én nyomatom neki, ahogy bírom, lesz majd egy levágó, azt mondja, hogy itt kell figyelni, bal szél. Jó, éppen megvolt, és itt lesz a nehéz. Elveszítem! Jó, nem nagyon driftelgettem, de itt mennyire előz. Hát ő bizony leelőz, mert itt van ez a szakasz, ahol nem valami... Rég játszottam ezzel a pályán! De nem igaz! Hogy mit, merre megy? No, kicsúsztam! De hogy nem ugrik el? De kicsúsz... Nem igaz! Teszem, hogy ez a pálya... Tele van akar... Nem igaz, hogy ott mi volt? Hogy ott lefékezem a harmadik kő. Jó, oké, itt biztonságosabb volt ott szélen menni, de lehet, hogy a fejlesztői időhöz majd középen kell szlalomozgatni az aknák között, de ez így sikerült most. Jó, mehetünk akkor a driftes Gingerbread Joe. Na nézzük, azt mondja Pepe ír, menj az Oxide kocsival, King Chickennel, piros festés, bármilyen, az tapossa, de ezek a jébet... Az én időm 2.00 volt, és amit le kell győzni az 1.59. Egy kicsit azért oda kell nekünk figyelni. King Chicken, Oxide kocsi, hát most nem tudom, hogy ez, vagy pedig ez a Hovercraft, hogy ez az Oxide kocsi, de itt van a Team Ox... Na most akkor ez melyik lesz? Jó lesz ez az Oxide, ebben a nevében benne van. Megint a piros festést írtátok, most itt egy piros, ez melyik? Ez az Electron Red. Jó, hát legyen ez. És tapossa magát! Jól van, akkor tapossa! Neki Gingerbread. Már átállítottam driftre, vagy? Így bizony, most már igen. Lássuk akkor, hogy emlékszem én még erre. Emlékszem Entropy karakterével. Jó, párszor kellett itt menni nekünk, hát már is elveszítettem azt a kislángot, mert ott van szélen nekünk egy buszpad, de igazából itt kezdődik ez az egész, és itt van, hát szerintem a legdurcább levágó, ami pont így a kéklángos buszpad után van.
az nem egyszerű úgy befordulni, de meg lehet tenni. Itt van még egy levágó, ez azért normálisabb, ha kék láng meg, úgyhogy újra. Ó, hogy... Na, ho. Ó, oh, de bogyanókák! Mi a cukork, vagy mi? Ó, oh, fának, meg mi vagy a falnak? Hú, na, pontosítsunk. Nem igaz, hogy ott elrontom. És így leelőzött, és hogy az a... Végig szép mentem. Ó, nem ugrott. Nem igaz! Jobban, élesebben kellett volna venni a kanyart! Ho, itt a végére ne röntsük el, hanem csak menjünk be szépen. Hú, hát volt egy alkalom, amikor elveszítettem a lángot, de nem az a lényeg, hanem előbb jöttünk be, mint Emperor Willow, de még egy pálya hátra van. Az utolsó pálya, Drive Through Danger, azért hagytam így a drifteseket hátra, mert ezt is driftbe teljesítem nekem. Hú. Nézzük, azt mondja, a Miférius írja, az utolsó pályán sima crash és alapkocsi alapszín jó lenne zárásnak. Egyet értek veled, így is lesz. Szóval nekem 2.18, Emperor Willowé 2.11, tehát rá kell nekünk dolgozni. Alap crash, alapkocsi, alapszínezet, és így teljesen kis noob setup, vagy nem, jó, nem noob, de hogy ezzel kezdődött a játék. Hova eljutottunk? Köszönöm szépen. Na gyerünk, Drive Through Danger, melyiket válasz? A Hambi vagy a Bambi, hát a pizzát válasszuk, és utána pedig nyomjuk neki még egy pizza boost, utána uai, az már leugratott volna, itt meg tudom tartani, á, már ilyenkor nem tudom megtartani, és Emperor Willow, az itt van mögöttünk, innen meg nem érek így, tehát nekünk azt a kék lángot meg kell tartani, ami ott, ott kapjuk így a, hát de így beindulni, tényleg, mert noob lettem ebből a... De lemegyek egyenesen!
mi? Hova pat? Mi volt az? De fél patinta! De már megint a... De hogy csúszok? Úgy, de rosszul vettem azt. Hát ez nem igaz. Már azt sem tudom megcsinálni. Nem hiszem el. De az utolsó kör! Hát ez nem igaz. Második körben hibát követtem el, vagy hanyadik körben volt? Igen, de már Willow-t addigra úgy leelőztem, hogy mégis megnyertem, szóval, ja. Én apró hibákat követek el mindig, és gyakran volt, hogy a harmadik körben, na mindegy, a lényeg, GG in the chat, így bizony mindegyik pályánál ott van a citromsárga, a fehér és a zöld csillag is, ami azt jelenti, hogy legyőztük Emperor Willow-t mindegyik pályáján. Már csak egy dolog maradt hátra, a fejlesztői idők legyőzése, úgyhogy folytatjuk a videót, és nem, azt most nem csináljuk. Viszont megünnepeljük ezt a feloldott mintázatot, Willow's Decal. Ezt meg is nézzük, hogy akkor ez melyik kocsin vagy hol lát, ez a Champion kocsin látható. Azt mondja, hogy volt ez a Back in Time, ez az egyik Grand Prix volt. Az Oxide Decal volt az Oxide idők legyőzéséért, és a Willow's Decal pedig Willow legyőzéséért. Emperor Willow legyőzve, Champion Indigo-val, meg a Champion kerékkel. Így ez az a Willow's, ez az a Champion kocsin, így az alapszínezettel, kerekekkel. Így néz ki! Köszönöm, hogy ezen a 10 részes kalandon elkísértetek, hogyha szeretnétek, hogy a fejlesztői időknek is ugorjak neki, és a mesteri kerekeket feloldjam, vagyis hát megpróbáljam a feloldását hozzászólásban, most ezt kell írni, és akkor reméljük a legjobbakat, hogy sikerül mindegyik pályát teljesíteni, majd meglátjuk, megpróbálni biztos, hogy meg fogom. Találkozunk legközelebb.